Kevesebb pártra van szükség az ellenzéki oldalon Donát Anna szerint. A Momentum elnöke úgy látja, hogy az ellenzéknek szembe kell néznie saját felelősségével, és el kell indulnia egy az elmúlt 12 évvel radikálisan szakító irányba. Vendégünk Donát Anna. Aki pártelnökként azt is mondta, hogy kevesebb pártra van szükség az ellenzéki oldalon. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Melyik pártokra nincs szükség? Számomra azért valahol vicces, de inkább egy picit szomorúan megdöbbentő, hogy persze mindenki ezt az egyrészt ragadja hát ki. Persze. Van 7 nagyon fontos pont, ezek egymásból adódnak, és hogyha rajta. Konkrétan a kérdésre kell válaszolnom, akkor nagyon őszintén, hiszen nem is ezzel a céllal írtam, én őszintén azt gondolom, hogy ez nem az én feladatom, sőt nem is szabad egyik pártelnöknek egy másik pártelnökről vagy egy másik pártról eldöntenie. Pontosan arról szól ez a kritika, hogy alapvetően az, hogy ennyi feje volt az egy ellenzéki együttműködés, hogy túl sok a szereplő, akik szuverén lényként közösen, illetve egyenként is akár vétójoggal bírnak ahhoz, hogy tartalmilag vagy stratégiailag merre menjen az együttműködés. Ennek a vége az lett, hogy a legkisebb közös nevezőbe állapodtunk meg mindig, aminek a vége egy olyan ajánlat és olyan kampány lett, ami nem volt vonzó a választóink, ezt mondjuk ki. Ebből tanulnunk kell, és a 7 pont utolsó pontja, ami talán a legtechnikai... Hát a következtetés. Én azt akartam ezzel mondani, hogy ebben a rendszerben a választók már sajnos nem tehetik meg azt, mint egy rendes demokrácia, hiszen normális esetben az történik, hogy minden párt egy ajánlattal él. Kit és hogyan akar képviselni, milyen Magyarországot. És akkor a választók megbízzák őket a bizalmukkal, hogy engem te képviselhetsz, és az adja meg a méretét, vagy a kormányzó képességét egy tömnek. Most erre nincs lehetőség. Az EP választás az egyedüli, ahol tisztán arányos választási rendszer. Úgy is készülnek? Mi úgy készülünk jelenleg, a mi dolgunk az, hogy a saját felelősségünkkel, a saját szerepünkkel tisztában legyen, rendet rakjunk a Momentum háza táján, merre me legyen a tovább, mit szeretnénk, hogy szeretnénk, megmutatni azt, hogy kik vagyunk, együtt, ha szeretnénk működni a továbbiakban is, hiszen ez a rendszer máshogy nem működik, tehát nem leváltható, sőt, ebben a rendszerben nincs más út, meg az önkormányzatokban rengeteg helyen nagyon jól működik az ellenzék együttműködés. Nem asztalt borítani kell, de egy picit most mindenki foglalkozzon magával, és kezdje el felépíteni azt, amiből valós ajánlat lehet, hiszen megosztó, illetve karakteres politikai ajánlat nélkül nem fogunk tudni megszólítani senkit sem. Mi most arra készülünk, hogy saját magunkból picit többet mutassunk, mert kicsit sok volt a kompromisszum, de ez nem jelenti azt, hogy a többiekkel szemben, nem, saját magunkból szeretnénk. Na nézzük ezt a 7 pontot. A rendszeren kívül kell a rendszer alternatíváját megteremtenünk, ez az első. Ez a parlamenten kívüli lét? Természetesen igen, illetve nyilvánvalóan azt is hozzátettük több fronton, hogy mi át fogjuk venni a mandátumunkat. Nem gondoljuk azt, hogy hogy a rendszerellenesség azon múlik, hogy az ember beül a parlamentbe, vagy nem. Számunkra a rendszerellenesség pont amiatt, hogy 4/3 árnyékában teljesen felesleges a Fidesz által felállított cirkuszban eljátszani, mintha demokrácia lenne, hiszen ennek a rendszernek csak addig van szüksége ránk, ellenzéki pártokra, frakciókra, amíg újra lehet mutogatni, hogy hát van ellenzékem. De már a módosító indítványok nem érdeklik őket, a véleményünk a plenárison nem érdekli őket, vizsgálóbizottságot nem lehet összehívni, a szavazatunkra meg végképp nincs szüksége. Az a semmi, ami a törvényalkotás parlamenti munkához csatlakozik. De ez nem jelenti azt, hogy a mandátum ne járna egy csomó olyan eszközzel, ami pontosan tudjuk eddig parlamenten kívüli pártként, hogy ezeknek az eszközöknek a hiányába nem ugyanazon a verseny. Erre most a néző azt mondja, hogy persze a pénzről beszél. Miről beszél igazán? Többek között ebben van pénz is, amit jobban el lehet költeni, mint az, hogy bizonyos pozíciók után egy-egy ember hátradől, és azt mondja, hogy engem most jól megfizetett a rendszer. Ahogyan Jánbor Andris is bejelentette, hogy ő is a saját kerületébe szeretné ezeket az erőforrásokat kicsatornázni. Én azt gondolom, hogy ez is egy eszköz. Másik eszköz az is, itt emlékeztetnék mindenkit, hogy például amikor a rabszolgatörvény elleni tüntetésen a Momentum bátran lépett egy olyat, hogy induljunk el és vigyük a tömeget az MTVS székházhoz, és mindenki hülyének nézett minket. Végén több ezer ember odament, az volt az egyik leglátványosabb és legerősebb része ennek a tüntetéssorozatnak. Kik voltak az ülők, akik nem tudtak bemenni az MTVS-ba? A momentumosok, akkor még én sem voltam európai parlamenti képviselő. Mondjuk legyünk őszintén, sokra nem jutottak a képviselők sem azzal, hogy bent voltak. Mit tettek oda bent, arról már más a kérdés, mi nem így viselkedtünk, hanem nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a mandátummal jár egy csomó jogosítvány, hova mehetek be, milyen kérdésekre kötelező választ adni, máshogy tekintenek az ember, amióta én európai parlamenti képviselők ezzel az eszközzel élek, és látom,
hogy sokkal komolyabban veszik az embert, hogyha mandátummal a zsebében próbál ügyek után menni, és ez a valódi képviselet. Mi azt gondoljuk, hogy úgy kell képviselni az embereket, ami nem a törvényalkotás és a parlament falain belül van, hanem a parlament falain kívül, de a parlamenti eszközöket kivéve, kifele csatornázva kell nekünk változást elérni. A céltalan Orbánozás helyett hozzánk alkotott elképzelésénkről kell beszélni, erre voltak éppen már utaltak mi beszélgetésünkben is az imént, hogy nem építhetik a politikájukat egy szűk, kemény magnak szóló radikális akcióra, az arról szól, hogy ki kell lépni a buborékból. Tehát, hogy csinálunk valamit, és lesznek, akik majd kiabálnak, hogy ez az így tovább, és a többi meghallgat. Én azt gondolom, hogy ez a 7 pont, ez tényleg egymásra épül, és amennyire, amikor azt mondom, hogy a céltalan Orbánozás is megbukott, ez pont arról szól, hogy az emberek a saját nyomorúságukat, kiszolgáltatottságukat nem Orbán Viktor személyhez kötik, hiszen ha ez lenne, nem rászavaznának. Tehát lehet itt azt mondani, hogy a választás tétje Orbán Viktor marad-e vagy megye, ezt a hibát mi is elkövettük. Én magam is azt mondtam, hogy április 3-án egy darab népszavazás lesz. Önmagában ez nem válasz, nem erre van szükség az embereknek. Épp úgy van funkciója egy-egy radikális, a buboréknak szóló ellenzéki megmozdulásnak, legyen az szó egy tüntetésről, legyen szó egy-egy hatásos felszólásról, vagy videóról, vagy gegről, vagy, de az másra nem jó, mint feszültséglevezetésre, ami természetesen szükségszerű, hiszen elképesztően nehéz ellenzéki szavazóként, szimpatizánsként és politikusként ebben a rendszerben folyamatosan falba ütközni, de ne gondoljuk azt, hogy ezek az akciók önmagában politizálás vagy alternatív politikai cselekedet, hiszen látjuk, hogy ezzel egyedül ezzel nem megyünk semmire. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ezek mind teljesen negatív, felesleges, ami tök más kell, csak ne szoruljunk bele abba, hogy önmagában ez lenne a politikai a cselekedet. Van itt egy nagyon fontos pont, az 5-ös, ami engem meglepett. Azt mondja, hogy a nyugati identitás politikát nem engedhetjük beszivárogni a magyar ellenzék politikájába, mert hogy azt határozta meg eddig? Ez a pont is arról szól, hogy nem, ha abba gondolkodunk, hogy ezeket az identitás politikai mintákat beépítjük a magyar politikába, azon más nem érünk mire el, gondol, hogy mint hogy a valós kérdésekről eltereljük a figyelmet. És ebben a legnagyobb mester maga a Fidesz. A homofób népszavazás, a genderezése, minden, ami ehhez kötődik, az nem szól másról, mint hogy a szimbólumokat betámadja, a szimbólumokon keresztül gyakorlatilag nem beszél valódi gyermekvédelemről, családvédelemről, kisebbségvédelemről, nem beszél az LMBTQ közösséget érintő kérdésekről, hergel. És addig is, amíg az emberek ezzel foglalkoznak a szimbólum politizálással, a szimbolikus identitás politizálással, addig nem kérdezik meg tőlük, hogy miért ekkora az infláció, miért kisebb a bevásárló kosarunk, miért emelkednek az árak, miért nem nő a fizetésünk. Én ezzel arra utaltam, hogy valódi kisebbségvédelmre van szükség, nem pedig nyugati identitáspolitikai szimbólumoknak a lebegtetésével. Persze egy ilyen rendszerben nagyon-nagyon nehéz ellenzékből mit tudunk tenni. Igenis vannak fontos lépések, és azt gondolom, hogy itt például a civilektől lehet igazán nagy példát mutatni, akik politikai cselekedetet hajtanak végre akkor, amikor saját maguk egy sikeres kampány. Hisz abban, hogy más lehet az ellenzék ebben a 4 évben, mint volt a korábbi 3x4-ben, amikor ugyanilyen 2/3-dal nézett szembe? Én azt hiszem, hogy csak és kizárólag akkor van esélye az ellenzéknek arra, hogy a következő 4 évben bármelyik választáson, akár előrehozott, akár 4 év múlva valódi kihívója legyen ennek a rendszernek, és megpróbáljuk lebontani ezt a 2/3-os többséget, hogyha megújul, ha szembenéz ezzel, ha képes máshogy csinálni. Ha nem, látjuk, újra és újra lehet 2/3-hoz juttatni a Fideszt, ehhez sokat nem kell csinálni, még az se feltétlenül, amit eddig csináltunk, de ebben mi nem törődhetünk bele. Az biztos, hogy mi nem azért kezdtük el a Momentumot építeni, és nem azért tartunk ott, ahol, mert szeretnénk hátradülni ebbe a rendszerbe, hanem pontosan azért, mert mi úgy döntöttünk, hogy nem nekünk kell elmenni ebből az országból, menjenek el azok, akik ezt az igazságtalan embertelen rendszert építették. Donát Anna Momentum elnöke, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hétfőn újra találkozunk az Egyenes Beszédben, jó hétvégét, viszontlátásra.